Nap és föld, fák, színek, illatok, neszek. A természet minden porcikájában az élő Istent hordozza. Aki erdészként vagy vadászként jobban világában él, érthető okokból a hittel is szorosabb kapcsolatban áll. Mai műsorunkban legszebb, vallásos témájú riportjainkból válogatunk az évszakok sorrendjében. Senki nem tudja letagadni, hogy egy katolikus templomban vagyunk. Ennek a templomnak viszont van egy nagyon érdekes története. Mi is ez pontosan? Ez a templom, ahol most vagyunk, ez a község történetének harmadik temploma, amelyet a barokkorban építettek, 1757-ben lett kész. Viszont sajnos az elmúlt évszázadokban sokat vesztett a barokk szépségéből, így 2013-tól kezdődően hozzáláttunk a templom barokk helyreállításához, de hát sajnos, amikor a toronysisakot helyreállítottuk, annyi pénz nem volt, hogy teljesen be lehessen fejezni kívülről a felújítást, ehhez csak most érkeztünk el. Szeretnénk azokat a dolgokat is megőrizni, amelyek eddig díszítették, így például a toronysisak régi keresztje az ősi templom romjainál került elhelyezésre, így egy kicsit átível a történelmen a két kereszt, a régi és a mostani torony keresztje. Ennek pontosan mi a történet, hogy átkerült a barokk toronysisakot valószínűleg 1903-ban elbontották, és egy egyszerű sátortetőt tettek a torony tetejére, viszont egy elég szép nagy kereszt került erre a sátortetőre, és sajnáltuk azt a keresztet, ami díszítette majdnem 100 évig ezt a templomot, így nem leadni akartuk, mint vasat, hanem valamiképpen történelmileg is áthelyezni egy olyan helyre, ahol a bujáki kereszténység, meg egyáltalán buják község története minden valószínűség szerint elkezdődött. Ezt a helyet hívják ma Káponkának. És így sikerült egy szakrális helyet létrehozni. Így van, méghozzá egy olyan helyet, ahol a vadászokkal és az erdészekkel közösen minden évben augusztus utolsó szombatján egy Hubertus misében kezdjük meg a vadászati szezon kezdetét, ahova mind az erdőgazdaság, mind pedig a vadásztársaságok tagjai is felvonulnak. Na, nagyon kíváncsi vagyok erre a szakrális helyre, Káponkára. Itt bizony egy templom romnak kéne lennie, de én nyomát sem látom a templom romnak. Ahogy szétnézünk, ez egy csodálatos táj itt bujákon. A hitükre, népviseletre büszke emberek laknak évszázadok óta. És bizony itt a Káponkán vagyunk, ahol egy templom rom áll itt mögöttünk a dombon. Jól megfigyelhető egy nagy kereszt, ami az egykori templomnak a keresztje. 2013-ban újították fel a faluban álló templomot, és megkeresett a plébános bennünket, hogy tudnánk segíteni ezt a kezdeményezést. Na hát ez egy példamutató együttműködés, hogy az egyház éppen az erdőgazdaságot keresi meg. Mi volt ennek az oka? Itt az erdészetünk területén, ahogy egy kicsit távolabbra nézünk, egy fákkal cserjével borított dús növényzetű területen vagyunk. Bizony kicsit gondba voltunk, hogy itt hogy tudunk egy olyan szép területet, egy emlékhelyet varázsolni, ami aztán az embereknek tetszeni fog. És hát ez lett belőle. Nem tudom, hogy mennyire tetszetős a kép, de azt tudom mondani, hogy amikor 2013-ban felállítottuk ezt a keresztet, és kialakítottunk egy szép kirándulóhelyet, nagyon sok ember eljött, és azóta is minden évben visszajárnak kirándulni, csak kijönni egyet, sétálni, megnyugodni. Rengeteg erdőgazdaságban, rengeteg erdőbe találkoztam szakrális helyekkel. De most én úgy érzem, hogy ez egy teli találat volt, mert érzem a szakralitást itt. Tehát olyan nyugalom árad erről a helyről, ez példátlan, hogy ide tették a volt templom keresztjét. Köszönöm ezeket az elismerő szavakat. Én is úgy érzem, hogy eltaláltuk ennek a keresztnek a felállításával, hiszen az erdészek, ugye mindannyian hagyománytisztelő emberek vagyunk sokunk életében, ugye egy tölgyes vagy egy hosszabb vágás forduló erdőnek a véghasználatát meg se érjük. Tehát bennünk van ez a
fajta megbecsülés, ez az erős hit, és ezért is tettük magunkat oda ennek a kezdeményezésnek, és a hálánkat fejezzük ki annak is, hogy az emberek is ezt nagy becsületben, tisztességben tartják. Úgy gondolom, hogy mindenkit jó érzéssel tölt el, hogyha feljön erre a helyre, és innen fentről megnézheti, hogy hol él. Igen, és az embereket ténylegesen azt látom, hogy egyre jobban vonza az, hogyha egy-egy környezetet rendbe teszünk, egy kiránduló helyet vagy tanúsvényt létesítünk. Nem messze tőlünk pár száz méterre található szintén Bújáknak a büszkesége, a Bújáki Vár. Bizony ez ma már csak egy várom. Éppen mai nap van az, amikor egy vármentő nap van. Ez egy civil kezdeményezés, összefogás. Ilyenkor a nem odaillő növényzetet, cserjéket eltávolítjuk, hogy a váromnak azért az eredeti értékei fennmaradjanak. Először vettem részt Hubertus misén, holott ez már 1989 óta létezik. Hol történt az első Hubertus mise? 1989. október első vasárnapján volt a legelső Hubertus Szent mise, az Artemis vadászházunk előtt. Számomra Szent Hubertus üzenete az azt jelenti, hogy azzal, hogy ő egy fehér szarvast űzött, és megsebesítette, és amikor közel került hozzá egy aranykereszt, emberi hangon megszólalt és üzent felé, és tulajdonképpen számon kérte, hogy miért öltél meg engem, mi szükség volt rá, megtért, és ezzel ő tulajdonképpen ő indította el a vadgazdálkodást is. Talán szabad ezt mondani. Nekem az a legenda, most ugye tudjuk azt, hogy ez vallásos történet, holott igaz az, hogy fehér szarvasbika létezik. Az, hogy ő aranykeresztet látott, az lehet egy belső látásnak, ami csak ő azt úgy érezte. Egy biztos, hogy a lelkiismerete az megindult, mert látott egy élő lényt, amit ő megsebesített, és ez kiváltott benne valamit, ami gyökeresen megváltoztatta az életét, az biztos. És én akkor, amikor Hubertus misének alapgondolatává ezt a legendát és ezt a pálfordulót, hogy úgy mondjam, teszem, nem ok nélkül teszem. Ez az egyetlen olyan pont az ember életében, ami nagyon komolyan elgondolkoztat bennünket. Szembe kell néznünk nekünk is egyszer az elmúlással, a halállal. És ez a tény elgondolkoztat, hogy egyáltalán miért volt szüksége az egész folyamatra, ha nem teljesedik be. Mert minden porcikánk azután vágyódik, hogy beteljesedjen az, ami elkezdődött itt. És fontosnak tartom, hogy nehogy azt higgye bárki, amit nekünk felszoktak rólni, hogy a Mercedes mindig a túlvilágról beszéltek, hogy majd ott milyen jó lesz, mert itt ezzel meg nem foglalkozik. Nem. A másik világba vetett hit, az nem áll útjába a jelen világért való erőkifejtésnek. Sőt, akkor tudunk igazán, helyesen erőt kifejteni, ha távolra tekintünk. A halál az egy olyan pont, ami képes az embert úgy alakítani, hogy megtalálja, hogy mi a leghelyesebb itt és most. Ennél pontosabb megközelítést én még nem hallottam, pláne egy plébános részéről, hogy mi a fontos az életben. És ennél racionálisabbat sem hallottam. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Nagyon sok erdészetben tapasztaltam, hogy rengeteg szakrális hely van, amelyeket felújítottak. Mi az oka annak, hogy az erdészek vallásos indítatású szakrális helyeket hoznak létre? Ugye itt látunk egy kis kápolnát, amit az itteni erdészet hozott létre.
Az erdő az az a hely, ahol az ember szembe találkozik a saját lelki ismeretével, és ez az erdészek nap mint nap átélik. Úgyhogy nálunk minden erdészeti területen a feszületek, bármilyen szakrális hely, forrás, kápolnák, azok különösen nagy becsben vannak, vagy éppen kolostorromok. És ezt a kis fakápolnát Szent Hubertus tiszteletére benedikálta a pécsi püspökség, illetve a helyi plébánia. És hát ami sajátossága, hogy erdőmérnök kollégánk tervezte, és a ide közeleső erdőkből származó fából építettük meg magát a kápolnát. Sőt, ami még érdekessége, hogy maga a benti alkotások is mind egy-egy kollégánknak az alkotása, amire különösen büszkék vagyunk. És hogy került be ide Szent Hubertusról való megemlékezés a kápolnácska belsejébe? Igen. Hát ugye a vadászoknak a védőszentje Szent Hubertus, igazából engem a szentnek az élete szokott úgy általánosságban is megfogni, és vadgazdálkodási alapú cég vagyunk, és ehhez a tevékenységhez hozzátartozik a mértéktartás. És ennek a szentnek az élete, az pont erről szól, hogy van egy mértéktelenség, és jön egy pont az ember életében, amikor ráeszmél arra, hogy mindenben, a vadászatban is a mértéktartás nagyon-nagyon fontos, és onnantól kezdve az ő élete teljesen más pályát ír le. Sok-sok vadászembert el szokott gondolkodtatni vadászati rendezvényeken, például trófea szemlén. Elgondolkodtatta arról, hogy nem mindig az eredményhajhászás, nem mindig a mértéktelen és gátlástalan vadászati tevékenység az, ami az embert előre viszi a vadászat szépségében, hanem éppen ellenkezőleg a visszafogottság, a mértékletesség, a sok-sok olyan élménynek a otthoni újraélése, amit a vadászat nyújt, ami nagyon sok örömet okoz neki a későbbi életszakaszában is. Úgy hallottam, hogy ez több vonalon is sikeres lett ez az épület, hiszen itt akár esküvőket is tartanak. Nagyon sikeres lett, mi magunk is ledöbbentünk, hogy erre mekkora igény van. Nagyon sok szerelmes pár, fiatalok kijönnek ide beszélgetni, pihenni, leülnek mellette, keresztelők, esküvők történnek itt. Akkor nézzük meg belülről is majd az épületet. Sétáljunk be. Az ember sétál az erdőben, és a földbe gyökerezik a lába, ha meglát egy kápolnát. Ki határozta ezt el, hogy ezen a helyen egy kápolnát építsen? Itt a Farkas erdőben, ezen a helyen, ahol most állunk, a Hidegkuti részen, nem volt kápolna. Itt több mint 5000 hektár egybefüggő erdő van, de soha nem volt se kápolna, se templom a környékbe. Néhány évvel ezelőtt elhatározták erdészek, hogy állítani kellene egy emléket az elődeiknek, azoknak az erdészeknek, vadászoknak, akik itt ezen a területen dolgoztak. És amikor azon gondolkodtak, hogy hogyan is tudnák az ő emléküket megőrizni, az jutott eszükbe, hogy mi lenne, hogyha egy kápolnát építenének, amelyben az elmúlt időknek az emlékét is felállítja, illetve az elkövetkező nemzedékeknek is biztosítja azt a kapcsolatot, amely az erdészekben megvan, a teremtett világ iránti tiszteletet, szeretetet, és egymás iránt is azt a tiszteletet, amelyet a közösség megad. Egy évvel ezelőtt szenteltük ezt a kápolnát, és amikor fel lett szentelve, itt ez a rét megtelt emberekkel. Vas megye különböző részeiről összejöttek, hogy ezt a kápolnát felszenteljük, egy közösséget alkossunk, és amikor kiszabadul az ember a világ forgatagából, akkor jó megállni egy természetes helyen, és épp ezért nem csak vadászok, nem csak erdészek, hanem a város zajától elmenekülő emberek is szívesen jönnek ide. Annak idején a
templomokat mindig olyan helyre építették, ahol a földnek pozitív a kisugárzása. Az emberek, amikor egy-egy kápolnának, templomnak a helyszínét kiválasztják, mindig úgy választanak, hogy egyfajta belső megérzés, belső ösztönre hivatkozva. A legtöbb kápolna, templom egy-egy forrás, egy-egy patak partján épül. Itt Hidegkúton is van egy forrás. Itt a kápolna az Isten és az ember kapcsolatának az egyik szimbóluma, jelképe. A forrás pedig az embernek a belső vágyának, hogy szeretnénk visszatérni a Teremtő Istenhez, a természethez, hiszen a természet a Jóisten ajándéka. És az ember, amikor ide eljön, akkor megnyugszik, és egyfajta boldogság tölti el. Nyugalom, harmónia és boldogság. Használják most már a területet egyéb dologra is. Nevezetesen, amikor a trófeákat ki szokták állítani. A vadászok tiszteletben tartják az erdőt, a természetet, és azt az állatot is, amelyet kilőnek. Amikor kilövik az állatokat, talán nekik is ez egy picit fáj. De mégis meg kell tenniük, mert ez az élet rendje, ez a Jóisten által alkotott természet rendje. És amikor a vadakat egymás mellé sorba állítják, akkor hálát adnak a Jóistennek azért, amit kaptunk, ezekért az állatokért, és a háladásnak része az, hogy megállnak imádkozni. Én hiszem azt, hogy a Jóisten meghallgatja a háladásukat, és megáldja őket, a munkájukat. Ezt most külön szeretném megköszönni, hogy a plébános úr elmagyarázta, és nagyon sokan meg fogják érteni, hogy mi is a vadászat lényege, és nem fogják gyilkosoknak tartani őket. Szervusz, Bruno. Szervusz, Gábor. Valami kis emlékhelyre érkeztünk, ahogy én konstatálom a dolgokat. Jellegzetesen kiknek építettek, és kik építettek ilyen kereszteket? Nem az egyházhoz tartozó építmények ezek. A hívek pénzéből, adakozásából, az ő költségükön épültek annak idején ezek az emlékkeresztek. Egy részük hálából épült, vagy tragédiák helyszínét jelöli, mint például a Hess kereszt is. Nagyon röviden tudjuk csak a történetét, 1853-ban rablógyilkosok ezen a helyen ölték meg az akkori erdészt, Hest Antalt, és az ő emlékére állították az utódai ezt a keresztet. Vannak itt más keresztek is, amelyek nem ezt a célt szolgálják, hanem inkább útba igazítanak. Igen, ez így van, hiszen egy jellegzetes útkereszteződésben állunk most is. Erdősmecskéről Ófaluba ment az út, illetve Apátvarazsról Bátaapátiba, és itt az erdő közepén keresztezi egymást ez a két útvonal. Illetve az országos kéktúra mentén is állunk. Tehát az a sok-sok kéktúrázó, aki teljesíti ugye a Dél-Dunántúli kéktúrát, ő is meg tud állni ezen a helyen, és egy kicsit talán segíthetünk ennek a pihenőhelynek a kialakításával az Isten és ember kapcsolat létrejöttének ezen a helyszínen, hiszen ha az urbánus, a városlakó ember kijön az erdőre, akkor mindig kicsit közelebb érzi magát az Istenhez. Valahogy úgy érzi, hogy akkor itt a teremtett világban, hátrahagyva a sok kütyüt, a sok zajt, a sok zavaró tényezőt, közelebb van az Úristenhez. És ha ezt az Isten és ember közötti párbeszédet egy ilyen pihenőhely felújításával, illetve turista pihenőként való kialakításával, ami előtt tudjuk segíteni, akkor azt mondom, hogy sikerült, érdemes volt ezen fáradoznunk. És hát sikerült az elődeinknek is, akik ennek idején ugye az elhunyt erdész emlékére ezt a keresztet ideállították. Viszonylag sok szakrális hely van a mecsekben. Ki óvja ezeket? Igen, több szervezet munkálkodik ezen. A tavalyi év során sikerült ezeket az erőket egy projekt közé szerveznünk, és a Földművelési Minisztérium támogatásával, három partnerszervezet összefogásával 27 ilyen helyszínt újítottunk föl. A Pécsi Egyházmegye és a Mecsek Egyesület, illetve a Mecsek Erdő ZRT összefogásával valósult meg ez a felújítás. Minden helyszínen más volt. Természetesen elő kell leszednünk a régi dokumentumokat, utána olvasnunk.
a nyugatmecsekben középkori templomokat is föltártak, ott például a régészek segítsége kellett, hiszen azok a templomok már nem léteznek. Egy-egy kőkupacot láthatunk csak az erdő alatt, egy-egy fa keresztel jelöltük meg, illetve egy hasonló ismertető táblát helyeztünk el mellettük, hogy az arra járó turista az tájékozódhasson a hely történetével kapcsolatban. Például Petőz pusztán is egy haranglábat újítottunk föl, vagy a Dörömcseri templom helyét, illetve a Pécsváros határától északra lévő Rábai kereszt, a keresztkunyhó pihenőhely mellett álló Rábai keresztet is felújítottuk. Keresztek, kápolnák az erdőn. Orientációs pontok fizikai és lelki értelemben egyaránt. Fogódzók az időben. Kapcsolódási alkalmak ősi hagyományokhoz és örök értékekhez. Könnyű dolguk van. Illenek ide. Hiszen köröttük mindenhol, fakó hajnaliködökben és nyári verőfényben, kicsiny bogárban és hatalmas szarvasbikában, csöpnyi hóvirágban és őszi avarpompában, ott ragyog az, akinek legfőbb értékünket, magát az életet köszönhetjük.